Szeretettel köszöntök mindenkit, Szarka Szabolcs vagyok, az FCMI Umbertechnik Magyarország képviseletében. Mi egy előregyártó vasbeton szerkezeteket gyártó és kivitelező építő cég vagyunk. Úgyhogy én egy ilyen témában történő rövid prezentációval készültem önöknek. Konkrétan van nekünk egy parkolóházrendszerünk, egy újnak mondható parkolóházrendszerünk, ami egyben szerintünk nagyon különleges is. Ezt mi Sweep parkolóháznak kereszteltük el, és sok éves fejlesztést követően magunkénak tudhatunk már két olyan épületet, ami elkészült és használatba vett. Az egyik az Egerben készült, a másik pedig Kecskeméten készült. Én ezeket a projekteket szeretném önöknek egyben, mind a mellett, hogy a rendszert is szeretném bemutatni, ezeket a projekteket is szeretném önöknek néhány képben, néhány diában megmutatni. Az én lakókörnyezetemben elég szűkös parkolóházak vannak, és innen indult igazából az egész parkolóházas történetünk, illetve az az impulzus, hogy valamit különlegeset tegyünk, és különlegeset dobjunk a piacra. Nekem, hogyha valaki megemlít egy parkolóházat, akkor a beláthatatlan zugok, a szűk közlekedők, az egyirányú rámpák, amikre nehezen lehet ráfordulni, ebből adódóan nem is igazán szeretek fölmenni sokszor felsőbb szintekre, pillérek közé kell beállogatni autókkal, és picikét azért a parkolást megnehezíti, nem mindenki szereti. Ez volt egy olyan impulzus irányunkba, gondolatainkba, amiből erőt merítettünk, és azt gondoltuk, hogy valami különlegeset csináljunk, és egy különleges építészeti megoldást hozzunk létre. Innen is ered igazából a Sweep parkolóháznak az elnevezés, ami egy mozaik szóból jött ki. Az SV ugye a vállalatunknak a neve, az Easy Eco Parking, pedig ami a kezdőbetűkből áll össze, így a Sweep parkoló, az pedig maga a könnyedségre, a fenntarthatóságra utal. Hát ha már ilyen sokat mutattam be ezt a rendszert, akkor a kép az így néz ki. Hogy miről is van szó, és miért különleges ez a parkolóház? Azért különleges ez a parkolóház, mert nincsenek benne rámpák, tehát alapvetően egy nagyon hatékonyan kihasznált alaprajzi megoldást tudunk kínálni, és ezáltal eltűnnek azok a szűkös, nyűgös közlekedési egységek, amit sokan ugye nem szeretnek. A másik nagyon érdekes gondolat, amit majd fognak látni a képeken, nincsenek közbenső pilléreink a parkolóházban, tehát alapvetően egy olyan átlátható és egy olyan sofőr és járműbarát környezetet tudunk ezáltal teremteni, ami egy könnyed közlekedést, könnyed parkolást is eredményez egyben. Mielőtt rátérnék a két projektre, én szeretném önöknek bemutatni azt, hogy ez a rendszer mélységében egy picikét hogy is épül fel, és mi is ennek az egésznek úgymond a titka. Van nekünk egy pályaszerkezetünk, ami egy nagy fesztávú előregyártott vasbeton elemből áll, ezeket P-paneleknek hívjuk. Általában ezeket a fesztávokat úgy szabjuk meg, hogy áthidaljuk teljesen a közbenső faltól a homlokzati falig, vagy két homlokzati fal között a teljes fesztávot. Tehát alapvetően a pillér nélküli kivitel az innen ered. Illetve az egy nagyon különlegessége ennek a rendszernek, hogy ezek a parkolószintek, ezek spirálszerűen szaladnak fölfelé, és egyben ugye ez a pályaszerkezet betölti a parkolási felületet is, és betölti a rámpa felületet is. Tehát két funkciót látunk el az úgymond vízszintesnek mondható teherhordó szerkezetekkel. Ami fontos, és szintén érdekessége az egésznek, hogy a homlokzatot, azt alapvetően a homlokzat képzéshez használt anyagokkal, tehát akár ez lehet egy tégla, lehet egy kő, lehet egy homokszort felület, lehet egy bármilyen dizájnos megoldással biztosított felület, ezek üzemi körülmények között készülnek el, tehát az épületnek alapvetően homlokzat építési munkái úgymond nincsenek, tehát ahogy készül a szerkezet, úgy készül maga a ház is összességében véve. Ami nagyon fontos még, hogy a merevítő szerkezeteket is előre gyártjuk. Ezek általában a lépcsőházak, belső merevítő falak, és ezáltal igyekeztünk minden olyan jellegű
munkarészt kiváltani előregyártott vasbetonra, ami azt eredményezi, hogy nincs sok-sok szakipar egymásra húzva organizációt érintően, úgyhogy egy viszonylag könnyen átlátható építési mód és egy egyszerűnek vélt szerkezet alakítható ki. Ahogy említettem, nagyon ráfordultunk a költséghatékonyságra, és ugye a költséghatékonyság az pedig szorosan összefügg a területi mutatókkal, tehát a cél az, hogy minél kevesebb közlekedőfelületek kerüljenek kialakításra, és a közlekedőfelületeket minél jobban kihasználjuk parkolófelületekké is. Ez volt a vezérelvünk, illetve a másik vezérelvünk az, hogy minden egyes szerkezet, ami csak létezik, az minden előregyártott vasbetonból épüljön fel. Tehát a pályaszerkezetnek a különlegessége az az, hogy semmilyen felületi bevonati rendszert nem kíván már, és egy kopásálló érdesített felülettel kerül ki az üzemből a szerkezet, és nem kell a szerkezetre úgymond sem felbetont, sem műgyantát, semmilyen érdesítést felhordani. Tehát alapvetően tényleg elmondható az, hogy minden előre van gyártva, minden üzemi körülmények között készül, és nem kell semmilyen olyan szakipart ránk szervezni, aki le kell, hogy kövesse a végállapot elkészültét. Hogyan is néz ki ez belülről? Egy képet szerettem volna önöknek bemutatni, ami tényleg azt igazolja, hogy a parkolás az egy nagyon könnyed és egy nagyon szerethető formában tud történni. És ahogy látják, a pillér nélküliség az egyik teherhordó, függőleges teherhordó szerkezettől a másik függőleges teherhordó szerkezetig nagy fesztávú elemekkel van áthordva, úgyhogy itt tényleg azt tudjuk mondani, hogy semmilyen zug, semmilyen olyan zavaró körülmény nincsen, ami gátat szabhatna a teljes belátásnak, vagy esetleg elriasztana valakit. Amit szeretnék még hozzátenni, és nagyon fontosnak gondoltunk, ugye az idő, és ez volt egy olyan vezére szintén, ami az előregyártás irányába vitte el a homlokzatképzést is. Hogy a képeken láthatják, itt téglaberakásos homlokzatunk van, illetve színezett betonnal készült homlokzat van. Ez természetesen előregyártásban is egy különlegesség, tényleg egy rettentő innovatív dolog, és egy szép kihívás is egyben. Készült már olyan épületünk, ami reklimatricákkal készült, tehát nagyon-nagyon sokféle felületet tudunk biztosítani homlokzatra is. Én azt gondolom, hogy tényleg építészeti oldalról rettenetesen sok lehetőség rejlik az előgyártást érintő homlokzatképzésben is egyúttal. Ami nagyon fontos, és nagyon szintén számunkra egy fontos gondolat, hogy a homlokzatra külön külső áványozás és külső homlokzatépítési munkákat ne kelljen semmit végezni. Ezáltal, ahogy a szerkezetet építjük, úgy a homlokzat is készül, és a homlokzati elemek azok egyben nem csak homlokzatot képző elemek, hanem egy gazdaságosan kihasznált teherhordást is viselő homlokzati elemek. Tehát itt is azt próbáltuk úgymond visszaadni, hogy funkciójában és megjelenésében is kezeljük ezt a történetet. Tehát a teherhordó szerkezet is, és egyben a homlokzat is. És ugye ez teljesen a végleges felettképzéssel. Alaprajzi oldalról, hogyha szeretném önöknek megmutatni, hogy hogyan is épül fel. Itt most egy végtelen egyszerű alaprajzi sémát szeretnék bemutatni önöknek. Természetesen ez most lehet sok hajós egymásra fűzve, lehet külső rámpás megoldás, bár ugye ez a rendszer akkor elveszti az előnyét. Az viszont hozzátartozik az igazsághoz, hogy szűkös helyekre, ahol bizonyos építészeti korlátok közé kell beférnünk alaprajzilag, akkor azért ezek az épületek nehezen telepíthetőek. Ehhez ugye azért épülethossz kell, hogy legyen, annak érdekében, hogy a bizonyos szintek közötti szintmagasságot a rámpákkal ugye át tudjuk hidalni, és ezek a rámpák, ezek körülbelül egy ilyen 2-3%-os lejtésű rámpák, tehát egy ilyen 1-2 fokos rámpák, értelemszerűen azért, hogy ha ezen parkolunk, akkor ne legyen zavaró, ne az legyen, hogy kiszállunk az autóból, és az ajtó az magától becsukódik.
működik ez a történet, és büszkék is vagyunk erre. Ami innovatív oldalról egy nagyon különleges kihívás volt számunkra, az az, hogy a parkolóházak azért egy kültéri szerkezetek, tehát itt a kültéri időjárásnak és az időjárás viszontagságainak úgymond meg kell felelni. Minden egyes kint lévő hegesztést igyekeztünk rozsdamentes hegesztésekből, rozsdamentes anyagokból készíteni, tehát koracélokat használtunk. Építőiparban ez nagyon-nagyon nem jellemző dolog. Általában ugye a koracél meg a rozsdamentes dolgok gyógyszeriparban, technológiákban és üzemi körülmények között készülnek. Úgyhogy azt, hogy le tudtuk magunkat erre minősíteni, anyagokat tudtunk ehhez párosítani, ez egy nagyon nagy kihívás volt számunkra. Mind amellett, hogy ahogy említettem az előzőekben is, a pályaszerkezet már egy kopásálló réteggel van ellátva, tehát a pípanelek, ezek a nagy fesztávú szerkezetek már úgy kerülnek ki az üzemből, hogy a felső néhány centiméterük alapvetően egy bazaltos felülettel van elkészítve, ez a bazaltos felület pedig be is van seprűzve, és ezáltal tudjuk azt a érdesítést biztosítani. Természetesen útügyi szabványoktól kezdve minden egyéb olyan jellegű vonatkozó szabványt ki tudtunk ezzel elégíteni, amit nekünk ki kell elégítenünk. Hát hogyan néz ki ez a valóságban? Itt néhány fényképen szeretném azt szemléltetni, ami tényleg jól elhatárolható. Tehát alapvetően a jobb oldali képen, illetve hát nekem jobb, önöknek is jobb, jobb oldali képen egy alapozás munkafázist látják, ahol elkészült egy alaplemez, vagy elkészült egy sávalat, vagy elkészült egy pontalap. És bár ezen a képen azért jól látható, hogy a homlokzatokat azt elkezdtük már körbeépíteni, talán azt lehet mondani, hogy a baloldali kép az sokkal jobban mutatja azt, amiről szeretnék beszélni. Tehát a homlokzat az nyilván első körben elkészül. Ennél a parkolóháznál, a homlokzatnál különleges igény nem volt. Itt egy végleges nyers betonfeletet szeretett volna az építész kapni, ennek kellett megfelelnünk. A középső kép pedig gyakorlatilag a lelke az egésznek, az a nagyfesztávú pípanel, ami már kopásálló érdesített felülettel van elkészítve, előregyártva. Tehát azt lehet mondani, hogy ha homlokzatot össze tudjuk építeni, onnantól kezdve pípanelenként gyakorlatilag folyamatosan két-két parkolóhelyet tudunk telepíteni. Azt lehet mondani, hogy ha van idő az előkészítésre, van idő a jó organizációra, akkor el tudunk addig menni, hogy naponta akár 10-12 darab parkolóhely készül el, ha az épületnek a teljes kivitelezését szerkezetépítésre vonatkozóan vizsgálom. Ez azért jónak mondható, azt kell látni. Ha konkrét két projektre szeretnék ráfordulni, akkor az Egerrel szeretném önöknek a prezentációmat folytatni. Ez Eger belvárosában készült el. Alapvetően egy egyszerű parkolóházról van szó, de mégis az, hogy belváros és picit zöldesítsék ezt a környezetet. Az volt az építész kívánság, hogy egyszerű feletekkel, költséghatékonyság miatt is egyszerű feletekkel képezzük a homlokzatot, és egy ilyen terpesztett hálós, vagy egy ilyen hálós felületű homlokzat készült el, amire ilyen növényzónát, növényzetet fognak felfuttatni. Ezzel is picikét elvenni a belvárosi környezetből a parkolóház illatot egyrészt. Másrészt pedig nyilvánvalóan picikét egy zöldebb környezetet is teremteni, ez egy színesebb környezetet is teremteni ezzel. Az Egri parkolóháznak az nagyon különleges kihívása volt számunkra. Egyrészt belvárosi környezet között épült, tehát ugye itt a nyerges autóknak és a teherautóknak, nehéz gépeknek ugye belvárosi környezetben kellett mozdulni. A telekről nem mozdulhattunk ki, ami pedig egy szintén fontos és megemlítendő téma az, hogy talajvíz és különféle közművek miatt alapvetően az alapozási síkkal minél feljebb kellett jönni. És az előregyártásban megszokott kehelynyakakat elhagytuk, és alapvetően tőcsavarokat használtunk, és minden egyes tőcsavar, minden egyes függőleges szerkezet, talán így a jobb megfogalmazás, minden egyes függőleges szerkezet gyakorlatilag le lett csavarozva a terepen elkészített alaplemezhez. Tehát egy kevésbé mély alapozással rendelkezik, viszont kijelenthető az, hogy az egész épület egy lecsavarozott ház gyakorlatilag. És
Ez azért nagy kihívást jelentett számunkra, hiszen ez az épület akkor tudott térben merevvé válni, hogyha a vízszintes szerkezetek megtámasztották úgymond a függőleges szerkezeteket, és kialakultak azok a merevítő kapcsolatok, ami szintén csak előre gyártott és szerelt, tehát semmilyen monolitizálás nincs az épületben. Kialakult minden olyan merev kapcsolat, ami a térbeli merevséghez kell, akkor tudtunk támaszokat bontani, úgyhogy a függőleges szerkezeteinket mindenhol támasztanunk kellett. Tehát a lépcsőházban lévő legutolsó falaktól kezdve minden. A képeken jól láthatják itt is azokat a mozzanatokat, hogy alapvetően először a homlokzat készül, meg először a függőleges szerkezetek készülnek, és utána egy gyors eljárással a pályaszerkezet ezt nagyon gyorsan tudjuk készíteni. És ami mind a két épületnél, az Egernél és a Kecskemétnél is fognak majd látni, hogy az építkezés az teljes épület keresztmetszetben történt. Tehát elindultunk A pontból B pont felé, úgyhogy A pontból teljes magasságban építkeztünk, és haladtunk a B pont felé, tehát vissza már nem dolgoztunk soha. Ez két dolog miatt történt így, az egyik az építési terület, nem volt körbejárható, nem tudtunk olyan gépekkel már visszamennegetni, ahova éppen be kellett volna tennünk valamit. Illetve a másik az, hogy ugye ezek nagy fesztávú elemek, amik alapvetően nehéz elemek, ezekhez nagy gépek kellenek, és nehéz elemeket nagy gépekkel is messzire nagyon nehéz eltenni, és ugye itt azért behatárolta a lehetőségeket az, hogy meddig tudtunk visszadolgozni. Kecskemétnél majd lesz egy jó kép, amit fognak látni, hogy tényleg az organizáció ezt nagyon szépen leköveti. Mindamellett, hogy ez egy óriási kihívás azért tervezés oldalról is, tehát a mi szerepkörünk egy ilyen épületnél a gyártmánytervezés, a gyártás, a helyszíni szállítás és a helyszíni szerelés. Tehát alapvetően nekünk a tervezést is úgy kellett lekormányozni, és úgy kell lekormányoznunk, hogy minden egyes elem, ahogy kell, sorba készüljön el, minden elemnek a gyártmányterve, minden elem sorba kerüljön legyártásra, minden elem sorba kerüljön kiszállításra, és minden elem sorba kerüljön beépítésre. Egyébként, ha nem így történik, és valahol botlás van, akkor ez egy óriási káoszt tud okozni. Előre gyártott szerkezeteknél nem feltétlen mindig van ez így, mert azért sokszor vissza lehet darozgatni, de ez egy speciális épület, többszintes épület, nagy elemekkel dolgozunk, nagy gépekkel dolgozunk, egy behatárolt munkaterületen, úgyhogy ez számunkra is egy jó kis kihívás volt. Néhány belső képet szeretnék mutatni önöknek, hogy hogyan is néz ki ez a valóságban. A képek, amiket látnak, az Egerben készültek. És ahogy mondtam, ez a parkoló ez már üzemel, tehát bejárható, feljárható, kipróbálható, és önök is meg tudnak arról győződni, hogy tényleg nem kell zugoktól félni, nem kell szűkös kanyarodásoktól félni, van terület, van hely, jól belátható. És ha egy picit a számokkal szeretnék dobálózni, akkor 2300-as négyzetméteres alapterületen több mint 6000 négyzetméteres parkolófelületet tudtunk ezzel elérni. Ez egy 253 darab férőhelyes parkoló, és összességében véve a kész épület az így néz ki. 4 hónap alatt készültünk el szerkezetet érintően, és a teljes épület az 15 hónap alatt készült el. A 15 hónap kontra 4 hónap azért az elég nagy kontrasztot mutat. Nyilván ennek az oka az, hogy a 15 hónapban a teljes infrastruktúra, az épülethez kapcsolódó aszfaltozás, illetve a közműkiváltások, amik sok-sok-sok hónapot vettek igénybe, és úgy egy belvárosi környezetben gyakorlatilag azt is szeretném hozzátenni, már csak mosolygáskép, hogy belvárosi környezetben gyakorlatilag az építés során nem volt olyan közmű, amit ne kellett volna kiváltani. Tehát a távhőtől kezdve a telekomokon keresztül a erős áram, a termál melletti, ugye itt van az egri uszoda, annak a kiváltásai, tehát iszonyatos mennyiségű infrastruktúra volt, amit ki kellett váltani, de alapvetően, amikor eljutottunk oda, hogy a lavésik elkészült, alapozás elkészült, és a szerkezetszerelés az indulhat, onnantól kezdve én azt gondolom, hogy zökkenőmentesen mentünk előre, és két lépcsőházzal együtt ez a ház viszonylag gyorsan el tudott készülni, még úgy is, hogy beleszaladtunk a téli időjárási körülménybe. A kecskeméti parkolóház egy picit más.
Az EGRI parkolóház az egy, bemegyünk az útról, konkrétan a közterületről, és onnantól kezdve ez a ferde rámpa szépen fölfele spirálformájában járható. A kecskeméti parkolóház abban különbözik, hogy ez egy külső rámpával ellátott. A külső rámpával megyünk fel a legelső szintre, és a legelső szinttől indulunk el szépen spirálosan fölfele az épületbe. Ennek egyetlen oka az, hogy a kecskeméti parkolóháznak a földszintjén üzletek kerültek kialakításra, és ugye az üzletek fölé valahogy föl kell menni. És ez egy külső rámpával került megoldásra. Ez a külső rámpa is egyébként előgyártott vasbeton szerkezetből készült el, hagyományos rámpa formájában, de alapvetően ez is egy olyan építészeti lehetőség, amit át lehet hidalni. Viszont onnantól kezdve, hogy bementünk az épületbe, egy külső rámpán, onnantól kezdve a SWIP parkolóháznak az erényeit és a jó tulajdonságait élvezhetjük. Szerkezetépítés oldalról ez egy sokkal nagyobb épület volt, sokkal több elemmel, sokkal több megmozgatott súlyokkal, és itt a jobb oldalon láthatják azt, hogy teljes épületmagasságban építkezünk, és teljes épületmagasságban készül a vászszerkezet. A jobb oldali kép az utolsó elemek egyikét emeljük éppen be, de a bal oldali képen talán sokkal jobban látható az, hogy az épület végéről elindulva gyakorlatilag hátrálunk kifelé, és amit látunk magunk előtt, az már a teljes szerkezet magasságunk. Az összes szinttel együtt, és itt egy közbenső lépcsőházunk volt, Egernél két külön lépcsőházunk volt, homlokzat két külön sarkában. Itt egy központi lépcsőházunk volt, és alapvetően azt az egy központi lépcsőházat táncoljuk körbe a parkoló felületekkel, ha már lehet így fogalmazni. Belső képek Kecskemétről nagyjából hasonlóak, mint Egerben. Itt is azt láthatják, hogy nagyon nagy tereink vannak, jól körbejárható, jól bejárható, és ugye mindkét parkolóháznál tetőszinten is parkolókat létesítettünk. És itt pedig az elkészült házról néhány fotó. Ez egy tényleg egy merőben nagyobb épület, és talán más kihívásokkal rendelkezett, mint Eger, de én azt gondolom, hogy sok évi innováció után eljutottunk oda, hogy két parkolóházunk megépült. Szeretnénk sok ilyen parkolóházat csinálni a jövőben, úgyhogy ha építész oldalról tudunk ebbe segíteni, akkor nagyon szívesen adunk támogatást mindenkinek, és minden egyes kérésnek igyekszünk megfelelni. Hát ez volt az én kis prezentációm, és nagyon szépen köszönöm a figyelmet.